A Tolnai Öreg Diákok Klubja már nem először profitál, a már világutazónak is tekinthető aktív tagjából, Hornok Istvánnéből, aki egy-egy összejövetel keretében szívesen osztja meg élményeit, emlékeit az útjairól. Kis Tibet, Irán után Dél-Koreában járt az egykori Tolnai Általános Iskolai Történelem tanárnő, aki beleszeretett az egyik legfejlettebb ázsiai országban, így nagy-nagy empátiával beszélt a látottakról, adta tovább, az úti könyvekben nem biztos, hogy szereplő hallottak. Annyi látnivaló van, hogy én ezt nem is gondoltam volna, és hát azért valamicskét láttam Dél-Koreából, és nagyon fantasztikus élmény volt. Miért érdemes annak, aki megengedheti, mondjuk Dél-Koreát választania a hagyományos, úgymond népszerű európai természeti csodákat tartalmazó helyszínek helyett? Európában tulajdonképpen egyfajta kultúrát lát, aminek cizellációi vannak. Kölni dóm, vagy a Pécsi Székesegyház. Ugye mind a kettő templom, más aspektusból. A Távol-Keleten viszont olyan dolgokat lát, olyan épületeket, olyan ember, fantasztikus emberekkel találkozik, teljesen más kultúrával. Az embernek csak áll és bámul, hogy hát így is lehet élni, ahogy ők élnek, mert meg kell mondanom, hogy nagyon jól élnek, nagyon-nagyon jól élnek. Hornok Istvánné előadása bevezetőjében arra a szenvedéssorozatra, megaláztatásokra emlékeztetett, amit ez az ország, a későbbi Dél-Korea az elmúlt században még jóval a II. Világháború előtt egészen a koreai háborúig meg, illetve kénytelen volt átélni. Legfőképpen a japán invázió következtében. Aztán jött a II. Világháború, amiben megint a japánok, ami elképesztő szadista módon kínozták az embereket, és mikor 1945-ben véget ért a háború a világon, akkor Korea tovább harcolt. Testvérharc volt Észak- és Dél-Korea között 1953-ig mérhetetlen szenvedés, mérhetetlen pusztítás okozott ez a testvérháború, mert mind a két részről beavatkoztak, északi részről a Szovjetunió, déli részről az USA. Totál, teljes katasztrófa, főleg itt a déli részen, és azt olvastam, hogy 1960 végén még Észak-Korea sokkal fejlettebb volt, mint Dél-Korea. És ez a Dél-Korea innen állt föl. Ma a világon a 12. legfejlettebb ország. Tanárnő szakmájának, hivatásának megfelelve az építészetben, az épített környezetben tetten érhető történelmi emlékekre fókuszált elsősorban dél-koreai tartózkodás alatt. Felettébb érdekelte Szöult, Kvancsungot és Busánt érintő útja során a Csoszoly névre hallgató császári dinasztia hosszú uralkodásának emléke. A Csoszon dinasztia gyönyörű császári palotáit, a titkok kertjét, akkor voltunk Pusánba, a tengerparton. Olyan élmény ért itt, hogy a főutcán ott van Szabó István réz táblája, mert ott járt. És a Szabó István azért egy világklassz is. És ezzel Dél-Koreába találkozni, hát ez valami jó érzés egy magyarnak, hogy ott is azért jegyzenek egy magyart, vagy Tar Bélának is ott volt a relikviája. A Csoszoly dinasztia nehezen kimondható nevű, leghatalmasabb uralkodója alkotta meg egyébként a koreai ABC-t, jegyezte meg az előadó, az ő szobra látható Szöul a főváros főterén. A koreai ABC nem ki, mint a japán meg a kínai, hanem 14 mással hangzója és 10 magán hangzója van, tehát tulajdonképpen ezek a betűk, amit arról látok, ezt el lehetne olvasni, és nagyon érdekes az írásmódjuk, mert
szótagonként és egymás alá írják. Például, ha mondjuk koreán nyelven akarnám leírni azt, hogy ajtó, akkor az így írja le, hogy ajtó. Tehát nem egymás elé, hanem egymás alá írja a betűket. A császári palotában egymásra épültek a tetők, hármas kapu van, a középsőn csak az uralkodó közlekedhetett, felettébb hivalkodik a díszítés. Itt a fölirat, itt még kínai jelekkel van fölírva a palotának a neve, de egy másikon már megvan a koreai jel is. De látszik a gyönyörű díszítés, hogy aprólékos munkával minden fából készült, aprólékos munkával. Gyönyörű díszítéseket. A természeti környezet ottani védelme, az ökogazdálkodás magas színvonala a hétköznapok kultúrájában is tetten mérhető lépten nyomon, amit inkább elmondani lehet, mint megmutatni. A konfúcius elvek alapján vigyáznak minden növényre, nem vágják ki. Körbe veszik valami anyaggal, és megmentik. Föltámasztják hatalmas vasoszlopokkal, hogy ne dőljön el. De hát a titkok kertje, ez a császári kert, ez kimondottan egy gyönyörű park. A hatalmas nagyváros Szöul közepébe egy erdőnyi, 32 hektáros kert. Úgyhogy ők nagyon... A másik, hogy nem láttam egy eldobott fecnit az utcán. Igaz, hogy kukát sem, tehát nincs szemetes kuka, de egy semmi szemét nincs a városban. Tehát nagyon vigyáznak a környezetükre.